Víz nélkül nincsen élet. Nem csoda hát, hogy vándorlása során az ősember is a vizet kereste, a letelepedést követően pedig meg kellett oldani a víz nagyobb távolságokra való eljuttatását is. Az ókori Egyiptomban már 5000 évvel ezelőtt részcsöveken átkerült a víz a felhasználási helyére, és fennmaradtak írások, illetve építmények az antik világ vízellátási rendszereiről. Rómában például részben ma is ugyanazon a vezetékrendszeren futnak a vízcsövek, mint 2000 évvel ezelőtt a császárság korában. Nem csak a vízvezeték ilyen régi találmánya az emberiségnek. A kínaiak már időszámításunk előtt földgázt használtak templomaik megvilágítására. A gázt bambuszcsöveken vezették. A vezetékrendszerek karbantartásához akkor is hozzáértő mesterekre volt szükség, mint ahogy a mai vezeték- és csőhálózatszerelőknek, köznapi nevükön a víz- és gázszerelőknek is pontosan kell ismerniük szakmájuk minden fogását. Zöld Ferenc vagyok. Nyíracsárdon születtem. 33 éve dolgozok a vízműnél. Katonaság után kerestem munkát, itt volt felvétel, azt itt ragadtam. Én ezt a szakmát úgy választottam, hogy gyermekkoromtól ez már tetszett, mikor édesanyáméknál szerelték a gázszerelést, nekem már nagyon tetszett ez a csőszerelés, csőhálózatszerelés, kiépítés. A vezeték és csőhálózatszerelő tevékenysége munkakörétől függően sokrétű. Részint a nagy vezetékrendszerekkel dolgozik, melynek során például építi, összeállítja és összeszereli, valamint javítja és karbantartja a földben futó csőhálózatokat, amelyek a vizet, szennyvizet, a gázt juttatják el a felhasználókhoz. Másrészt az épületeken belül javítja és karbantartja a csöveket, vezetékhálózatokat. A rendszerek kiépítése során alaposan tanulmányozza a tervrajzokat, a műszaki és hatósági előírásoknak megfelelően hozza létre a hálózatokat. Az összeszerelés során a kívánt méretre alakítja a csöveket és szerelvényeket, általában hegesztéssel vagy ragasztással elkészíti a vezetékek kötéseit. Üzembe helyezi az elkészült hálózatot, de előtte nyomáspróbát, próbaüzemet végez. Ha egy már működő rendszer meghibásodik, a vezeték és csőhálózatszerelő feladata az is, hogy feltárja és kijavítsa a hibát, például a vezetékek szivárgását, elhárítsa a működési zavart. A vezeték és csőhálózatszerelők munkájuk során kéziszerszámokat és gépeket is használnak. A csőfogók, csavarkulcsok, kalapács, véső, csőhajlító mellett kézi villanyfúró, légfúró, prés, hegesztőberendezés segíti a munkájukat. A szakemberek által a rendszerek kiépítéséhez használt csövek anyaga a technológiai fejlődéssel összhangban jelentősen megváltozott. Míg régen például a vízvezetékek ólomból készültek, ma már a részcső és a speciális műanyag az előírás. Én fontosnak érzem a munkámat, mert hogyha nincs víz egy utcában, azért több 10, több 20 vagy 100 ember, akár 1000 ember is várja, hogy vízhez juthasson. És mi munkánk nélkül ők nem jutnak vízhez. A legjobb része a dolognak az, mikor az ember visszaadja a vizet, és ugye a fogyasztó, mikor eljövő, megköszöni, hogy köszöni szépen a munkánkat. A vezeték és csőhálózatszerelő maradandót alkot, így munkája nagy felelősséggel jár. Szakmája feladatait akkor tudja jól elvégezni, ha képes a kitartó figyelemre, hiszen több dologra kell egyszerre ügyelnie ahhoz, hogy egy akár több milliós értékű vezeték pontosan illeszkedjen, hogy állja a nyomáspróbát. Amennyiben probléma merül fel, önállóan kell döntenie a hiba elhárításában, a megoldás kiválasztásához a technológiai és műszaki kompetencia megléte a döntő. A konkrét szerelési munkák pedig nem végezhetők kézügyesség nélkül. A munka meg nem mindegy formukat teszem fel. Van egy háromnegyedes bekötésen a hiba, nem mindegy, hogy hol van. Aszfaltban van, főutcán van, mit kell, tehát lehet egy főúton homokba kiásni, egy félórás munka. De hogyha egy olyan úton van, ahol aszfalt, beton van, akár egy fél napig is eltartott. A vezeték és csőhálózatszerelő változatos helyszíneken dolgozik, részben épületben, részben szabadban. 40 órás munkarendben többnyire nappal végzi munkáját, azonban a munkahelytől függően előfordulhat éjszakai, vasárnapi, illetve ünnepnapi készenléti szolgálat is. A munkáját egyedül vagy többet magával is végezheti, kapcsolatba kerül más szakemberekkel, az ügyfelekkel és az építésvezetővel. A vezeték és csőhálózatszerelőnek munkája során fizikai nehézséget jelenthet a hosszas térdelő, álló munka, vagy a szűk, sötét, olykor vizes munkaterület.
Munkavégzése során balesetek érhetik a szerszámai használatakor. Pszichikailag megterhelő lehet a munkatársakkal való konfrontáció és a feszített munkatempóra ösztökélő megrendelő. Mivel a vezeték és csűhálózatszerelő közepesen nehéz fizikai munkát végez, a munka ellátásához épp végtagok, jó izomzat, valamint jó látás és egyensúlyérzék szükségeltetik, hogy a létrán való munka se jelentsen akadályt. Kitartónak kell lenni, mert azért ott a fogyasztókkal, amikor találkozunk, nem mindig fogadnak minket tárt karokkal. Hát ki így, ki úgy, van aki igen, de legtöbbet azért nagyon negatívul tudnak fellépni, hogyha nincs az utcában víz, és pont olyan fontos dolguk van, hogy nélkülözhetetlen számukra a víz. A vezeték és csűhálózatszerelő munkakör betöltéséhez szakképesítés megszerzése szükséges, aminek feltétele az alapfokú iskolai végzettség és egy egészségügyi alkalmassági vizsgán történő megfelelés. A központi fűtés és gázhálózatrendszer szerelő szakképzés szakiskolában 3 év alatt, vagy felnőtt képzésben 960-tól 1440 óráig terjedő tanfolyam alatt szerezhető meg. A szakképesítés birtokában számos munkakör betölthető, mint például a csőszerelő, a vízgáz és központi fűtésszerelő, vagy a karbantartó. Rokon szakmának tekinthetjük a szellőző, hűtő és klimatizáló berendezés szerelőt. A vezeték és csőhálózatszerelők havi bruttó keresete 130 és 200 ezer forint között mozog. Ez azonban függ a szakmai gyakorlattól, a cég piaci helyzetétől és földrajzi elhelyezkedésétől. Ez a munka szezonális jellegű, télen általában csak kisebb, karbantartási munkák adódnak, míg nyáron megnő az építkezések száma, és nagyobb szükség lesz a jól képzett szakemberekre. Minden fiatalnak tudom ajánlani, van csak azért is, mert nincs bezárva, kint minden nap más-máshol kell dolgozni. Nem csak más-máshol kell dolgozni, minden nap mást is kell csinálni. Ebben a szakmában ez fontos, hogy szabadon dolgozik az ember, mert ugye nincs két egyforma helyszín, mindig máshol dolgozunk, nincs bezárva az ember a négy fal közé. Ezt olyanoknak tudnám olyan, akik igazán szeretik ezt a dolgot. A foglalkozásról további részletek találhatók a Nemzeti Pályorientációs Portálon. Készült az Európai Unió támogatásával, a Nemzetgazdasági Minisztérium megbízásából.